térkörzés jobbra-balra. Ez az. Térkörzés befele. Mínfő Csanakon soha nem megy ki a divatból a mozgás, a Petőfi iskolában a korábban igen népszerű kihívás napját is a mai napig sporttal ünneplik. Szerda délelőtt több száz kisiskolás sorakozott fel a kosárlabda pályán, hogy igazi profik vezetésével végezzenek közös bemelegítést, karatés elemekkel gazdagon megfűszerezve. Azt gondoltuk, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a fiatalok figyelmét felhívjuk a mozgás fontosságára, és valójában megszerettessük vele a mozgást, a mindennapi testmozgást. Én azt gondolom, ennek erre nagy szükség van napjainkban, hiába, hogy nagyon sok lehetőség van körülöttünk, igenis meg kell szólítani a fiatalokat, be kell őket vonni a mozgásba. A Petőfiben odafigyelnek minden diákra, és arra is, hogy ne csak a tanulásban teljesítsenek minél jobban, de lehetőleg sokat is sportoljanak. Az intézmény vezetője szerint a rendszeres, közös sportolás jót tesz minden iskolásnak. Nem tudok elképzelni annál szomorúbb jelenetet, mint amikor egy gyermek egyedül ül a számítógép előtt. És ennek látjuk most már inkább a kárát a gyerekek körében, a hasznát is természetesen célszerűen felhasználni, tehát nem vagyunk a digitális kompetencia ellen, viszont azt látjuk, hogy a mindennapoktól, a természetes életnek a rendjétől elvonja a gyerekeknek a figyelmét, és ezért tartom nagyon-nagyon hasznosnak a sportot is. A kihívás napja a karatéról szólt a Petőfiben, ahol számos más sportágat is űznek a diákok, de ez a sajátos életformát igénylő küzdősport talán a legnépszerűbb az iskolában. Nagyon-nagyon népszerű lett itt Mainfőcsanakon a Kyokushin karate. Igazából tartunk sok helyen bemutatót, ez nagyon sok embert moz, látványos a dolog, de főként ami talán megnyerő, hogy nálunk nem csupán egy mozgásformáról van szó, hanem sokkal többről, egy életformáról, és a szülőknek és főleg a diákoknak is nagyon tetszik, hogy nálunk fegyelem van, figyelem van, és az van, amit kell csinálni. Az alig negyedórás közös mozgást mindenki nagyon élvezte, a gyerekek pedig utána újult erővel térhettek vissza osztályaikba, hogy a karate után immár az iskolapadban állják meg a helyüket.